Szervusztok! Ebben a videóban ezeknek a pici kis agámáknak az etetését fogom megmutatni. A terráriumból a videó kedvéért kivettem minden... Hát így nem látszik jól. Kivettem minden tereptárgyat azért, hogy jól látszódjon majd, hogy mennyire lelkesen táplálkoznak ezek a kis állatok. És most tücsköt fogok nekik adni, amelyet itt láttok. Ezeket a tücsköket mindig vitaminozzuk, egész pontosan kálciumozzuk, ezzel a kálcium plusz D3-mal, exoterrás termékkel, illetve a Reptivite-tal, ami vitaminkészítmény most. A kálcium D3-mal fogom őket vitaminozni, ugye annyi a teendő, hogy beszorunk a vitaminból. Hát ez így egy kézzel egy picit nehéz, de a demonstráció kedvére ez így elég, és szépen összekutyuljuk a tücsköket, összerázzuk egy kicsit, és amint látjuk, hogy jól vitaminozva vannak a tücskök, akkor egyszerűen csak beszórjuk az agámáknak, és ugye azt fogjátok látni, hogy valószínűleg, hogy iszonyat sebességgel ezek az állatok rávetik magukat. Hát ezek az állatok tegnepettek, mármint az agámák tegnepettek, utoljára is látjátok, hogy már éhesek is, és falnak kegyetlenül. Tücskön kívül különben viaszmoly lárvát azt tudtunk még nekik adni, illetve tegnap argentin csótányt, pici argentin csótányt, imádják az argentin csótányt, ez annak nagyon-nagyon jó a beltartalma, de azt érdemes nekik adni. Mert ez így nagyjából elfogy, ja nem, itt van még egy pár, ezeket lelöbbössük innen, és akkor még marad kaja. Kicsit után töltünk. Néhány percen belül ez a viszonylag nagy mennyiségű tücsök el fog fagyni. Azt kell még tudni, hogy ezek az állatok, illetve hogyha ezek nem, akkor a testvéreik, illetve újabb kelések eladók, és érdeklődni az allatozoo.hu oldalon tudtok róluk. Allatozoo.hu, különben a Blaha Lujza térnél vagyunk Budapesten, és oda bármikor be tudtok térni. A videónak a linkjében találtok, a videónak a leírásában találtok egy linket, oda kattintva meg tudjátok nézni, hogy pontosan hol van ez a bolt. Nagyon-nagyon-nagyon jó fejek különben a szakállas agámák. Nagyon szórakoztatóak, sok színben lehet őket kapni. Így van ezek is piros például, ez borzasztóan jól néz ki. Illetve ez a picivel világosabb piros, talán narancságás lesz. Az is szenzációsan fog kinézni felnőtt korában. Nagyon barátságos állatok általában, szép nagyra megnőnek, és olyan kis emberi megjelenésűek. Jó, hát ez volt a kis agámáknak az etetése. Mikor már ezt kézbe venni és ráfókuszálni, remélem sikerül. Nagyjából sikerül. Hát így néz ki a kis jószág. Gyertek be a boltba nyugodtan, nézzétek meg az állatkákat, illetve az összes többi kis állatkát, amit tartunk a boltban. Ugyanitt ellenséget is tudtok vásárolni mindenféle állatnak.